Sziasztok! Megjöttünk. Hétfő van, az utolsó nap Szent Blaiszembe, ahol megnézzük az apátságot, és egy kicsit itt csatangolunk az óváros területén. Ez itt a Fekete Erdő közepén van, körülbelül a szállástól egy olyan 80 kilométerre, úgyhogy most először az apátság, aztán a többit mutatom majd. Ott látjátok ott az apátságot. Oda megyünk majd. Gyertek! És megérkeztünk az apátsághoz, Szent Blaiszembe. Itt van az apátság előtt az arborétum. Mindjárt elsétálunk arra, és akkor megmutatom nektek közelebbről is. Gyertek, kukri! Ez pedig Martin Gerbert
1720-tól 1793-ig élt. Megnézzük. Itt lesz. 8-30-18. Parancsolj. Itt van a kiúrás. Jó, menjét is csak. Tehát ki is rakták itt. Látom, látom. Fagyi kutya, cigi, pia. Lehet, hogy rendes sír. Látod, ott van, ott fekszik benne. Azért mondom. De ezek nem biztos ilyen nagy. Milyen hangulat lehet, amikor mise van, vagy Isten mise? Vagy visszhangzik az egész? Hát de gyönyörű. Igen. Nézd meg azokat a oszlopokat. Jó.
senki sem jön. Ezek jó dolgok, Zsolti. Hát, aki erre adja az életét. Láttátok a St. Blaise-i dómot, belülről gyönyörű fehér márványjal van kirakva az egész, és ami az érdekessége, hogy maga az a dóm, ez egy kerek épület, és nagyon jó akusztikája van. Most pedig itt a Rathausnál sétálok, és megnézzük ezt a kis óváros részt, hogyha lehet ezt így nevezni. A St. Blaise-nek az a része, ahol a régi házak vannak, a patak, a Rathaus, ugye az a főház minden településen. Mutatom nektek.
Thank you.